Szeretettel köszöntöm a kedves televíziónézőket, innen a Leánykúti Sportcsarnokról, a MB2-es férfi kosárlabda mérkőzés az önök képernyőjén. A két résztvevő csapat pedig az Eszterházy Károly Főiskola, Hész Gépszolgáltató Sportegyesület. Őket láthatják most a képernyőn, fehér felső része, a fehér nadrága, kis kék csíka a díszítéssel. Cseh Kálmán a hazaiak vezetőedzőjét 4-es mezbenetté veszte meg, senkit ő nem fog játszani. Most éppen a 7-es számú bíró Balázsnak magyaráz, és akkor mutassuk be a vendégeket is, akik Jász Nagykun Szomolnok megyéből, Karcagról érkeztek. Kék felső részben, kék nadrágban, egy kis sárga csíkkel a nadrág alján. Úgyhogy gyorsan végig is futnék a vendégek összeállításán. 6-ossal Erre József játszik, majd 7-essel Simon László, 8-as mezben Kapusi Gábor, 9-es Hajdú Gábor, 10-es Labonc Lajos, 11-es Kovács István, 12-es Fábián Péter, 14-essel Ábrahám Szabolcs, 15-ösre pedig Vince Mihály, adós vagyok még a vendégek vezetőedzőjével, Kis János. És most a vendégek fogadalomtételét láthatjuk. Így van, ez is megtörtént, illetve a két játékvezető, nekünk hát a Lónát László, velünk szemben pedig Balogh Tibor, ők dirigálják majd a mérkőzést. Az egreknél most nem sorolnám fel a teljes keretet, inkább maradjunk, szorítkozzunk a kezdő 5-ösre, Zsíros Gábor 15-össel kezel a játékvezetőkkel, 7-essel Bíró Balázs, 11-es Vince Pap Róbert, és ha jól látom, be van még 6-ossal Mentus Róbert, illetve 4-essel Tóth Tamás. Ez a 13. forduló egyébként az MB2-es bajnokságban, és a két csapat már egyszer találkozott egymással, még ősszel, november 13-án erre a mérkőzésre Karcagon került sor, ahol is 20 pontos különbséggel győzött az Eszterházy Károly Főiskola Hész Gépszolgáltató Sportegyesület közös csapata, egészen pontosan számszerűleg 91-71, tehát egy 20 pontos magabiztos diadal volt az a mérkőzés, és hát most is valami ilyesmire számítunk. És aztán most már rövidesen kezdetét veszi a mérkőzés, úgy látom, hogy Tóth Tamás ugrik a labdáért, még a vendégektől Kovács István a kezdőkörben. Lóhát László felmutatja a labdát, igen, azzal fogunk játszani. Hogyha minden igaz, egy apró probléma, még valaki rálépett ott a vonalra. Zsíros Gábornak fenn a keze. Na nézzük. Hát elég ütemtelenül. De is síp volt a játékvezető, mondja, hogy alá feküdt a karcagi játékos, így van, úgyhogy miénk a labda, az első támadás tehát. Az egriek vezethetik. Vince Pap, Zsíros. Vince Pap, Bíró Balázs, Zsíros fut át, ő is kapja a labdát, nem lesz tripla, vagy ez a kettő pont, ha elmegy, sikerül. Nem bele sípoltak a játékvezetők, úgyhogy érvénytelen a kosár. Volt ott egy apró szabálytalanság, így van. Úgyhogy az alapvonalról Vince Pap hozhatja majd játékba a labdát. Nagy a mozgás. Tóth Tamás egyben elenged, ez rövid lesz. Le is szédül az a gyűrülő az első támadást, tehát nem sikerült pontokra váltani vendég részről. Nincs bejátszás, jól van, sikerült visszazárni. Kapusi, Vince Mihály megy be ott két ember között, szintén egy fault, ez alig, hanem Bíró Balázsnak, így van, fel is teszi a kezét Bíró Balázs, aki egyébként a Vitai Eger fekete sasok játékosa is, itt kölcsönben játszik itt a Hész Gépszolgáltató Sportegyesületben. Na, ez majdnem nem lett meg a vendégeknek. Kapusi szedheti össze, egy viszonylag kis termetű fiatalember, 15-ös Vince Mihályt nem sikerült megjátszani. Itt bejátszás centerbe. El is megy Tóth Tamás közül labdáért. Meg is lesz, az így van. Fél perc. Tehát egyenlő nincs kosár, Zsíros ezt végig fogja vinni. Egyedül lesz a trükk, nem? Egy középtávú elválja a palánkról. De sajnos lesz szédül az továbbra. És várni kell, tehát az első kosára. Kapusi. És megállnak a vendégek. Erdei József, van idejük még. 14 másodperc támadó idő. Erdei megy be. Vince Pap nem bántja. Szerintem nem bántja. A játékvezetők szerint hozzáért, és ez a mérvadó. Balog, betörést védjed, szól Cseh Kálmántól az instrukció a kispadról, és akkor itt lett az első kosár Erdei a büntetővonalról. A gyűrű tövéről kivágódik, így kérjük a másodikat is elvégezni. A második már jó, úgyhogy Erdeinek el is könyveljük az első pontot. Karcag részről, tehát 1-0, amikor egy perc telt el a mérkőzésből. Bíró Balázs, Vince Pap. Kicsit döcögősen indul a mérkőzés, de hát bízunk a jobb folytatásban. Zsíros, Vince Pap. Sok a keresztmozgások, a zárásban nem jutunk beljebb. Nagyon jól kitolják a védekezéseket a karcagiak.
Zsíros engedi el, és ez is kiszűrő, nem, majd megvan a támadó lepattanó Tóth Tamásnak, visszateszi. Hát ez faul gyanús volt, mondom én. De a játékvezetők szerint mehet tovább. Egy betörés. Most pedig lépés. Hiba, köszönjük szépen. Úgy látom, hogy amit az előző támadásunknál elvettek a játékvezetők, azt most ezzel szeretnék kompenzálni. Közben Kis János, a vendégek edzőjének is van valami hozzáfűzni valója. Bíró Balázs, Tóth Tamás. Kevés a mozgás, mondom én, zsíros futát most. Megkapja egy tripla kísérlet, ha elmegy, jó. Mennék el a lepattanója, nincs meg. Egyre nem nagyon jönnek be ezek a közép-távoli-távoli dobások. A betöréseket pedig rendre megakadályozzák. Nagyon jó védekeznek a karcagiak, meglepően jól. Bíró Balázs. Még egy hármas kísérlet. Ez is lejön, és a lepattanó nincs meg. 2 perc telt el, és még nem tudtunk pontot szerezni. Közben egy-két szurkoló is helyet foglalt, hát lehetünk úgy a cserejátékosokkal, szakvezetőkkel együtt olyan 50-60-an a csarnokban. Bíró Balázs kézzel együtt szerzett labdát, hiszen már neki a második faultja. Így van, úgyhogy le kell figyelni. És Cseh Kálmán kér időt rögtön az első negyed végén. Akkor addig egy-két statisztikát szórakoztatom önöket remélhetőleg. Szóval ez a 13. forduló, és mindez idáig az Eszterházi Károly Főiskola csapata eddig egyetlen egy vereséget szenvedett, méghozzá azt is Miskolcon. Meg is mondom pontosan, hogy melyik fordulóban, és az arányt is szeretném elmondani, mert megtalálom, így van, a 8. fordulóban Miskolci Földesi Kosárlabda Klub ellen 85-70-es vereség, az összes többi mérkőzését megnyerte az egri csapat, ami ugye ebből logikusan következik, hogy első helyen zárta még annó az őszt. Ugye ez már a tavaszi forduló belül is a második mérkőzés, hiszen egy mérkőzést már játszottak, közben az egriek fogadalomtétel a képernyőn, egy mérkőzés már volt a tavasszal, szerencse ellen egy meglehetősen sima mérkőzés, 15 pontos győzelem, 62-87-re idegenben nyert az egri csapat, úgyhogy az utolsó játékrész 22-22 lett a negyedik negyed, de nem ez volt a döntő, hanem a harmadik negyedben 27-9-est produkált az egri csapat. Karcaginak labda. Hát most egyelőre ez nem az a mérkőzés, hiszen több mint 2 perc elteltével még nincs egri részről kosár. Vince Mihály dobja be labdát, Tóth Tamás védekezik ott centerben Kovács Istvánnal, aki felmegy, nincs fault, mondják a játékvezetők, Mentusz küzd a labdája, ezt viszont le fogja fújni, bizony. Sok a személy hiba nálunk, és egyelőre, mint hogyha kicsit álmosan kezden a csapat, rendre lemaradunk a lepattanókról. Tojás fog meg, Tojás is mond, fűsz hozzá valamit, hát mondom, Cseh Kálmán, ezt annyira nem érdekli, elégedetlennek tűnik. Idegesen rágózik ott a kispad mellett. Az irányító poszban Vince Mihály. Egy tripla kísérlet, na ilyenkor ugye minden beszokott jönni az ellenfélnek, ez így szokott lenni. Tetszik is itt az előttem ülő úrnak, gondolom, hogy a harcagiaknak szurkol. Kapusi Gábor triplájával most már 4-0. Na, srácok, most már valamit produkálni kéne. Egy eladott labdát, én nem erre gondoltam. És jön a kontra belőle. Jó, a Bíró Balázs megfogja. Kilépett, hát én megmondom őszintén, ezt innen nem láttam. A Lunát játékvezető jóval közelebb állt a dologhoz, úgyhogy higgyük ezt el neki. A Zsíros Gábor tapsolott, hát igen, jó lenne egy kicsit, hogyha felpörögnének a srácok. És 2 perc, 40 másodperc is eltett, mert még továbbra sincs kosár, egy bejátszás, egy sapka, Mentusztal aztán ráesik a karcagira. Megette most a dobócsát, ez szintén személyi falt. Személyi hiba, így van Mentusznál. Ez neki talán az első, vagy a második? Ha jól látom, akkor már a második. És ismét 2 büntető, Ábrahám Szabolcs. Az első rövid. És a második is, amennyiben ez is sikertelen, akkor lehet menni a lepattanóért. Érdekes megfigyelni, hogy a karcagiak annyira lemondanak a lepattanóról, és annak az ennyi embernek majdnem sikerült megszerezni, hogy hárman már visszálltak a saját térfelükre, hogy amennyiben meg lenne egri részről a labda, ne tudjunk leindítani. Nagyon taktikusan kosárlabdázik a vendéggárda. Zsíros kérjel, mely tripla Gábor? Lejön Tóth Tamás, összeszedi a lepattanó vaktába, átad, jó ember ez. Bíró Balázs, nem, ez most már benne lesz, így van. Pincérrel teszi fel Bíró Balázs. Taps Duda. Így van, megvan az első egri kosár. Hát több mint 3 percet kellett rá várni, megmondom őszintén, én nem erre számítottam. 4-2 ezzel. Ilyen gyenge negyedet szerintem még a bajnokság során nem produkáltak a főiskolások. Nagyon alapda Bíró Balázsnál megvan. Egy ember már megvert, 2 között, talán le kellett volna passzolni Balázs, én azt mondom.
helyette itt a kontra kapusa személyében, és az Itzert azért ezen a szinten már nem rontják el. Kapusi Gábor második kosarával, ugye neki már volt egy triplája, most egy dupla, ez 5 pont. A karcegiak 6 pontjából, tehát messze menőkig a legeredményesebb, figyeljünk majd rá oda, jó dob kintről is. Bíró Balázs, Mentusz próbál zárni, Zsíros Gábor, Zsír kérőlt Mentusz centerben a labdát. Ez most faul lesz, így van, a játékvezetők kompenzálnak valamit. Egyébként az is volt, Mentusz megfogta a labdát, amikor a játékos kézzel együtt próbálta kiszedni azt. Miénk a labda, tehát újra indul a 24 másodperc támadóidő. Zsíros, Bíró Balázs, elcsúszik vele az ellenfél, ezt nem sikerült tempó előtt csinálni belőle, és megint egy eladott labdát, mert nem számolom. Legalább a harmadik. Újabb falt Bíró Balázsnál, akinek ez a harmadik, az így folytatódik, akkor ki fog pontozódni. Amennyiben Csekán már nem viszi le a pályáról, de igen. Bíró Balázs le, 9-ese Máté Levente be. Az a Máté Levente, aki kiválóan játszott a két csapat első mérkőzésén, ugye november 2004. november 13-i mérkőzésen 21 pontot szórt. Hát ha ő majd lendít valamit a csapaton, meglehetősen lazán viseli a nadrágot, gondolom a játékvezetők előbb-utóbb rá fognak szólni. Most inkább beszéljünk a 6-os számú vendégjátékosról, Erdei Józsefről, aki harmadik büntetőjéből a másodikat értékesíti. 66,6%-os mérleg, mondhatnám ezt, hál' Istennek a következőt elrontja, és ezzel csak 50%-os. 7-2-5 ponttal vezetnek a karcegiek, amikor lassan a negyed feléhez érkezünk. Tóth Tamás megy be, azt lábat ért, kérem szépen el is ismeri, nagyon sportszerűen a vendég 11-es Ábrahám. Jó lesz az, hát szeretném én is, hogy jó legyen Vince pap. Mentusz. Betörési kísérlet. Na tudtam, és neki jól szokott sülni a keze kintről. Most ezek sem jönnek be, nem baj. Máté Levente megszerzi a labdát. Máté Levente személyben úgy látom, hogy magasítottunk is. Azért ő magasabb játékos, mint Bíró Balázs. 9-esre látható majd Máté Levente. De most 15-esre Zsíros Gábor. Lesz valami tudjuk. Jó az árás. Tovább nem tud menni. Ez már... Igen, már mondani akartam, hogy halva született próbálkozás, de egy újabb faut a 14-es számú Ábrahámnak. És ismét miénk a labda, de hát azokra a fautokra sokra nem megyünk, inkább a pontok számát kellene növelni. Tóth Tamás 3 pontosra bemegy, de nem megy be. Nagyon rutinosan rádobta Erdei az egri játékosra a labdát. Így a karcegiak jöhetnek ismét. 5 perc van hátra az első negyedből, amikor is Vince Mihálynál a labda. Vele szembe Zsíros a 2-15-ös csatája, tehát jó az állás. Vince kibújik, 14-esre egy tripla kísérlet, nagyon nem is állt bele, nagyon nem is sikerült. Vince pap egyetlen egy kosár eddig, hogy több mint 5 perccel, tehát ez több mint siralmas egyenlőre. Mentusznak odaötnek, tehát hogyha jó lett volna a kosár, akkor még egy dobás, de a kosár nem jó. Úgyhogy 2 dobás közben egy személyi hiba a vendégek 15-ösénél, én hogyha jól láttam, igen, jól láttam, erősít meg engem ebben a eredményjelző. És akkor Mentusz 2 kísérlete. Kis János, a vendégek edzője, nem értett egyet a játékvezetővel, ezt szóvá is teszi. Az első kísérlet rossz. Nem úgy a második. Vince pap is megszerzi első pontját. Közben letámadást játszik, most az egri csapat szükség is van erre, valamivel meg kell bontani a karcagiakat. Csak vissza is kell érni, Vince. Hát ez fault. Én úgy láttam. Így van. Igen, csak hát ugye ebben benne van a kockázat, hogy amennyiben nem sikerül az ellenfél térfelén labdát szerezni, akkor ugye leindíthatnak bennünket, és akkor hihetetlen könnyedén akár zicserből szerezhetnek pontokat. 7-3, szóval azért ez még, azt nem mond korán sem lefutott mérkőzés, hogy hülyeségeket is beszéljek. Kifejezetten gyengén dobálják a vendégek a büntetőket, úgyhogy a faultokat lehet alkalmazni. Most például 2-ből semmi, de a lepattanó megvan, úgyhogy sokat nem értünk vele, hogy Vince kihagyta mindkét büntetőt. Vince. Ugye a vendégeknél nem volt csere Vince, aki nem igazán kosárlabdás alkat, viszont kiválóan mozog. Hát lepattanónál nincs esélye, természetesen Máté Levente. Na most egy lefordulás mondom én. Zsíros Gábor, egy cseh. Jó, azt meg Gábor végigviszi, én látom. Így is van. Zsíros Gábor első pontjai, hát tőle se ezt szoktuk meg. Brillírozni szokott.
De ugye ez később még bekövetkezhet 7-5. Kapusi egy 3 pontos, ha bemegy. És miért nem menne be Kapusinak? Ez egyébként ez a második tripla kísérlete volt, és mind a kettő bement. Ezelő 8 pontos a karcagi 10 pontból. Messze menőkig a legeredményesebb. Zsíros. Vince pap. Nem lehet adni. Máté Levente pedig elmozog az embertől. Most kapja Máté Levente. Nem menjen vissza a labdám, akkor visszajátszásnak minősül. Zsírnak zárnak. Mondom én Zsíros Gábornak. Még lazán felteszi, de hát ez már, ha bemegy, sem ér. Kosarat. És nem tudom, a vendégeknél. Ábrahám reklamálott Lónát játékvezetőnek. Nem tudom, hogy mivel nem értett egyet a karcagi játékos. 2 büntető. Közben azt néztem, hogy esetleg cseréltek a vendégek. Igen, most lesz a csere. Erdei le. És amennyiben a kissé kopottas mezőről le tudom olvasni, Fábián Péter 12-essel a pályán. És Zsíros Gábor 2-2-be fog dobni. Az első jó. Másodikat már csak azért is be kellene dobni, ugye, mert ha jól látom, akkor a háló fennakadt. Mondjuk ezen Balogh Tibor játékvezető nagyon udvariasan segít. És benn van a másik is, és Zsírosnak megelőlegeztem. Köszönöm szépen, Gábor, hogy rászolgáltál a bizalmamra. Kapusi, 10-7 ezzel most az állás. Hát 3 pontos különbség. Úgy hiszem egyébként, hogy amennyiben is a kicsit nyögvenyelős a mérkőzés eleje, azért a végén a karcagiak erőnlétben nem fogják ezt bírni, tehát hogy amennyiben, hogyha második negyedre nem is alakul ki megnyugtató egri előny a harmadik, negyedik negyedben, azért már én nagyon csalódott lennék, hogyha legalább 15 pont nem lenne a két csapat között, és akkor még nem is mondtam sokat. Vince pap. Közben nálunk is csere volt. Nekem 14-es számmal nem adtak meg senkit, de szerintem Zsemje fog 14-esre játszani. Ha jól látom, ajde szép volt Máté Levente, egy betörési kísérlet. 9-essel. 2 pont. Ez nem történt szabálytalanság, és akkor most lehet indítani ismét. Máté összezett az előbb 2 pontot. Na, 1-1-ben. Nem, visszaélnek közben. Mentusz betörött 2-3 ember között. Odaütnek fault. 3 perc van hátra. Máté Levente tehát beállt, és 2 perc múlva szerzett is 2 pontot. Ez a 10-9, na ha amennyiben ezt az akciót pontra váltjuk, akkor pontokra váltjuk, akkor átvetjük végre a vezetést a mérkőzés folyamán először. Így megint egy csines passz, de a karcagért hozzá, ez Csekán már mutatja is. De alig, hanem ő ezt akkor is mutatta volna, hogyha egri játékos ér a labdához. Zsíros, egy tripla. El kell tengedni, mert 3 másodperc volt hátra, nagyon szép volt. Ezeket hiányoltam én Zsíros Gábortól, így van, most már sípol is az óra. Kicsit ugyan késve, tehát lejárt volna a támadó idő. Azért Zsírosnak ezt a 3 pontot elkönyveljük, ugye. Zsíros is dobott már előtte egy duplát, ez a triplája volt, és 2 büntetőt értékesített, ez ugye 7 pont egri részről. Ehhez jött még Bíró Balázs 2 pontja, Máté Levente 2 pontja, ezt ha összeadjuk, akkor 12, és 10 van a karcagiaknak, úgyhogy csak sikerült átvenni a vezetést. A karcagi részre pedig 2 ember szerzett eddig pontot, Erdély József, aki 4 büntetőből 2-t értékesített, ez ugye 2 pont, illetve a kékek legjobbja, Kapusi Gábor, 2 triplával és egy duplával 8 ponttal. Szemezgetek itt még közben, ugye van rá időnk a két csapat előző mérkőzéséről, hogy ott ugye kik voltak igazán jó formában egri részről, hát Zsemjét lehetne kiemelni, 23 pontot szerzett, illetve Máté Leventét 21 ponttal, ugye ők ketten, ez a jó, ezt mondjuk az 44 a 71-ből, elég jó mérlek, hát Zsemje egyelőre még nem szerzett pontot, mint Máté Levente már 2-t, és arra a mérkőzésről mondta Csekálmán, hogy ezt a mérkőzést igazán a csapat hozta, tehát nem esetleg Zsíros Gábor klasszisa, vagy egy-két játékos parádéja, mondjuk azért külön kiemelte egyébként Csekálmán Zsemjét a maga 23 pontjával, illetve Mentusz önzetlenségét, hát Mentusz az a mérkőzésen 6 pontot dobott, valamint Vince papot, aki azt mondta, nagyszerűen fogta össze az együttest, tehát egyelőre ez erre a mérkőzésre nem igaz, de hát rengeteg van még hátra. Kapusi, a vendégek legjobbja, egy nagyon nagy passz volt. Zsíros próbál labdát szerezni, Vince. Mi volt az játékos bíró sportás? Hát lépéshiba. 2,5 perc. Vince pap. Zsíros. Hatossal. Mentusz lépéshiba, hát
oda-vissza fújták ezt a játékvezetőt, ez a Mentus nem ért a bíró egyet, de hát annak ellenére ez nem fogja visszafújni. Közben közbeszólt a technika. Csípolás, úgyhogy ki is megy. Balogh Tibor játékvezető. Megkérdezni, hogy mi a probléma. Az óra rendben, 2 perc 22 van hátra. Én szerintem, ha az én könyvelésem is egyezik azzal, amit az eredményjelzőn látok, akkor 12-10-es EGRI vezetés továbbra is. Pillanatnyi érthetlenség, a két edző is természetesen ott. Csak Elmán, illetve Kis János. A mérkezés előtt egyébként jó diskurált volt alkalmam, hát ha nem is kihallgatni, mert azért ilyet nem tettem, hogy edzőkönyvet irkáltam éppen befele, akkor a Cseh Kálmán kérdezte Kis Jánostól, hogy volt már eljegyzés, meg lesz esküvő, stb. Szóval egy kicsi magány jellegű ilyen bulvár hírbe is belemenjek. Kis János mondta, hogy nem, nem volt még, nem kell azt elkapkodni. De a karcegeknek sem kell elkapkodni ezt a támadást, hiszen van még 20 másodperc támadó idő. Kapusi, egy-két trükk a labdával, Kapusi szerintem a legjobb a karcegi részről. Na most Zsíros, ez befejezés, akkor 4 pontos for lesz, így van. Még egy részről pedig Zsíros Gábor. Kezdve 9. pontját szerzi, tehát 14-ből 9, az nem rossz. Hát ez nem tudom, hogy egészen pontosan egy alley-oopra lett volna feltéve, mint az NBA-be, hogy közben Máté Levente még én végigmondtam, kihagyta az ittszert, szóval így feltenni, és érkezik a berepülő játékos, és a levegőben úszva behúzza a labdát zsákolással. Hát egyébként ez sem volt akármi egyébként, ahogy Zsíros tovább tette. Máté Levente pedig, hogyha kicsit szerintem nagyobb a különbség a két csapat között, akkor ez zsákolással fejezi be ezt a produkciót. Azért most is majdnem belehúzta a gyűrűbe a labdát. 16-10. Fábián, vele szembe Vince Pap. Egy passz, 7 másodperc támadó idő, 5. Vince megy be, nem kell bántani, ez semmi. Maximum támadó szabálytalanság, de visszakerül a vendégekhez. És két csel után Labonc feltette. Közben áll az óra, mert valaki lemaradt, reméljük nem komoly. Egyébként a kisember, ha jól látom, Vince Mihály 15-össel bement a darálóba. Kicsit erőteljesebb fizikumú emberek közé jött Mentus meg Vince Pap. Bedarálták, hát reméljük komoly baj nincs. Az derekát fájlajra. Jó, van ezzel egy csere lesz, egy kicsit rá kell arra pihenni, én azt mondom, úgy van. Erdei érkezik friss emberként, neki a dereka még nem fáj. Remélem később se fog. Vince Pap. 1 perc a hátra lévő idő, és most már ugye 4 pontos különbség, tehát a kezdeti nehézségek után azért úgy érzem, hogy hazaiak átvették a kezdeményezést és az irányítást. Máté Levente pedig beállítása pedig kifejezetten jó húzásnak bizonyult. És hátra ugorva engedte, most el, de már muszáj volt. Zsíros le a palánkolat, ezt vissza kell játszani, és sajnos rossz embernek Kapusi. Ne bántsd! Mondom én, Zsemjének 14-esre próbált nem a labdát szerezni. Már vendég részül 14-esre Ábrahám, Erdeihez játszik. Kevés most a mozgás, 8 másodperc támadó idő, Kapusira figyeljünk, mert nagyon jól dobt kintről, a két triplát is dobott. Mi történik ott, kérem szépen, valaki fogja meg a labdát, Mentus, egyenítás Zsemjének, az meg lesz, 3 a 2-be, ki kell játszani. Nem merte, itt mellettem egy néző reklamája is, hogy miért nem adtuk be. Ajj, de gyenge volt ez, Vince Pap. Nem volt, igen, ezt végig kellett volna játszani. De mondjuk miénk a labda, ezt a negyedet már végig támadhatjuk, 14 másodperc támadó idő. Illetve 14 másodperc van hátra a mérkőzésből. Úgyhogy ezt le végre lehet támadni, és a végén egy esetleg 3 pontos kosára befejezett. Zsíros egyedül fogja megcsinálni, megvan az árás. Nem egy két ember között, 4 másodperc, felteszi bal kézzel, lejön. Megvan még egyszer átrás dőlve. Jó, azt hiszem, hogy ezzel vége az első negyednek. Ez amennyiben be is ment volna, nem ért volna semmit. Tehát a kezdeti nehézségek után azért a végére csak sikerült átvenni a vezetést. 16-12-vel zárul az első negyed, és rövidesen innen folytatjuk. Nos, tehát akkor rövidesen folytatódik a mérkőzés 4 pontos hazai előnyről. Eddig karcagiak kezdhetik a második negyedet. Kapusi. Rögtön letámadás. Ne lehessen megjátszani senkit. Azért csak sikerült. Fábiánt. Kapusi harmadik tripája, ez elég messziről volt. Abba lejön, úgyhogy újraindul a támadó idő. Erdei.
Erejének Zánatót lép ki rá, valamennyi meg tudta zavarni, esetleg szerintem a dobásban. Vince pap, jó van, megvan a labda. És most már jóval pörgősebben kosárlabdázunk, mint a mérkőzés legelején Tóth Tamás. Nem engedte el. Na, Vince pap egy tripla. Na, majd Máté Levente neki. Megjött az önbizalom, hogy be. Hát, ez kicsit nem ívtelen volt ez a labda. Na, Tóth Tamás. Dobáljuk a triplákat rendre, de eddig még csak zsírosnak sültek ezzel. Közben új ember, kis Robert ötössel, ilyen piros-fehér cipőben. A hazaiaknál a pályán ő fogja most a vendégek tízesét, Labonc Lajost. Labonc Lajos. Erdei. Erdeinek zárnak, az friss ember kis megy ki rá. Nem tud befordulni. A vendégek tízese. Vince pap összeszeri. Lesz a leindítás, bizony lehet. Ajaj, lépéshiba, ez az volt. Tóth nem is reklamál. Csak a kis termető játékvezetőt keresi. Visszaadhassa a labdát. Egy perc telt el, tehát a második negyedből is egyelőre nincs kosár. Illetve kosár van kettő is, csak pont nincs. Kis szerzi meg a lepattanót, lábával együtt Erdei. Méltatlankodik, szerintem ezt annyira nem kellene ilyen intenzitással tenni. Bár Baló Tibor játékvezető meglehetősen higgadtan kezeli a helyzetet. Fogadja a kritikát Karcagi edzőtől is. Azt hiszem, ez most már lassan sok lesz. Nem, továbbra is higgadtan elmagyarázza, hogy egészen pontosan mi történt. Gondolom, ilyesmiket mondott, hogy hát így van. Ezt kérem szépen, fault volt hozzáért a játékoshoz, a személyi hiba, úgyhogy nem kell tovább mondani, mert akkor sárgalapos figyelmeztetés lesz. Kis János szerintem ezt tudomásul vette. A Vince pap teljesen sportszerű egyébként, és békés a mérkőzés. Zsíros, nagyon szépen adogattuk körbe ezt most. És Máté Levente! Nagyon nagy szíve játszik Máté Levente. Tehát ez látszik bizonyítani akar, mint a beállt. Ez a második, harmadik kosara volt. Bravo Robi mondja, Cseh Kálmán, így van, bravo, frissen, mert az ötös kis Robert szerezte meg a lepattanót. És zsíros szerelték. Most egyébként Cseh Kálmán magyarázott a csere embereknek. A kispanokik közé meglehetősen kedélyesen fogadják, szóval kicsit az az embernek az érzése, hogy talán nem is vették annyira komolyan a fiúk ezt a mérkőzést, ott rögtön az elején. Mert azért én tudásbeli különbség alapján szerintem azért a két csapat között egy 20 pont bármilyen körülmények között, tehát akár itthon, akár idegenben kell, hogy legyen. Na, hol a labda? Két játékvezető beszél most meg, szerintem megint az eredményjelzővel van probléma. 8 perc, 16 másodperc van hátra a második negyedből. 18-12, tehát a karcagiak még nem dobtak ebben a negyedben pontot. Na hát, lassan remélem azért megoldódik ez a probléma is. Csináljuk, mondja Cseh Kálmán, hát én is emellett vagyok. Csak hát két játékvezető kell ehhez a sporthoz, és az egyik még valamit egyeztet ott a zsűrivel. 21 van, 3 meter. Igen, ez ott a probléma, hogy 24-re visszaugrott a támadást jelző orrott a kosárpalánk mögött. Tehát most kézzel is fogják mérni a játékvezetők. Ezt a támadásra szerintem nem lesz rá szükség, mert befejezzük mondjuk egy 3 pontossal. Nem. Egy 3 pontos kísérlettel, ebből nem lett kosár. Kapusi. A vendégek motorja, irányítója és legjobb játékosa Máté Levente pörög most vele szemben. Próbál a zavarja is, úgy látom, a Kapusi nem tudja kinek adni, 10 másodperc támadó idő. Fábián, egy bejátszásod centerbe. Meg nem mondom kinek, de nagyon szépen csinálta. Kovács István első pontjait szerzi. Nagyon szépen fordult be két-három ember hónalja alatt Máté Levente. Emberrel együtt, ahogy szokták mondani, és bedobta volna. Faltot ítélnek, szerintem ez nem lehetett támadó szabálytalanság, hiszen a levegőbe próbálták meg megállítani, és nem foglalta el pozícióját a védekező játékos. Valamit mond is Máté Levente, Zsíros Gábornak is. Vince pap Robertnek. Aztán elégedten várja a labdát. Csekámban annyira nem elégedett ezzel a 4 pontos vezetéssel. Igen, hát azért meglehetősen szűk ez. Fél idő végére azért 12-t közé kéne tenni. Az első kis hát jó. Igen, de Egri Lisztő még nem nagyon volt büntető hibázva. De ha jól emlékszem, akkor Vince pap azért egyet kihagyott. Hát érdemelte mind a kettőt.
pontra váltja. Teszem hozzá nagyon helyesen. És ez már nekem 8. pontja, ahhoz képest, hogy csereként állt be. Nagyon jó, 20 egri pontból 8-at dobni. Hát mondjuk említettem neki, Sultak ez az első mérkőzésen is. Na, mindjárt befejezem mondandómat, közben Fábián dobott 2 pontot, amit Csekámán. És maga hatalmas hangerővel magyarázza Zsíros Gábornak. Mit csinálsz, mit csinálsz? Gábor széttette a kezét, aztán pacsizik Máté Leventével, de szóval lesz ennek még folytatása. Szóval Máté Levente 8-at dobott, és az első mérkőzésen Karcagon 21-et. Na most a kosár jó vagy nem? Nem, Balogh Tibor játékvezető mutatja, hogy ez bizony lépéshiba volt. 20-16. De ez a 4 pontos differencia, ez úgy néz ki, hogy állandósul. El kellene már végezni ezt a bedobást. Kapusi el is végezte, aztán visszajött labdáért. Kapusi rendszerint Máté Levente zavarja itt. Védekezésben, egy nagyon rossz kísérlet közben. Zsíros, na most lendületből. Vince Papa 1-3-as, nem? Zsíros lefarog, tovább teszi, ez fault, a kosár jó, és még dobhat. Na, ezt szeretjük, ebből lehet akár 3 pont is. Így van, hiszen a levegőben odaütöttek Zsírosnak, de ilyenkor még, mivel eldobta a labdát, a kosár jónak számít, és még egy büntető is jár. Így lehet ez akár 3 pont is. A büntető leszédült. Kapusi. Máté Levente rögtön, gondolom az edzői utasítás rögtön Máté Levente védekezi le. Próbálnak ott zárni Kapusinak, és nagyon jó, mert Kapusi eddig dobálta a triplákat, tehát 2 egészen pontosan, de nagyon jól mozgatta a karcegiakat. Most úgymond ki van kicsit kapcsolva a játékból, és így mindjárt be kell menniük centerbe, mindjárt többet kell küzdeniük. Jaj, most a 2 egri játékos, hát én nem ismétem el, hogy Zsíros Gábor mit mondott. Szóval 2 egedi játékos. Egymás zavarta, hogy visszakerült a karcegihoz a labda. Akik már lemondtak erről, mert elindultak vissza a saját palánkjuk alá. Játszás ott 11-es Kovács Istvánnak. Természetesen nem arról a Kovács Istvánról van szó, aki profi boxolóként riogatta az ellenfeleket. Ez ugye méretbeli különbségből is kiderül. Ugye a két ember között úgy van körülbelül 30 kiló. Mindezt volt időm elmondani, mert Kapusi nem volt hajlandó elvégezni a bedobást. A játékvezetők szépen visszaadták egri részről. Közben a eredményjelzőn elkönyvelték azt a 2 pontot, amit én nem láttam. Egészen pontosan láttam, csak nem hittem, hogy 20-16 által az eredményjelzőn is 2 pontot hiányolt a Tóth Tamás, attól, hogy próbáltak labdát szerezni közben. Aztán elkönyvelem ezt a 2 pontot Fábián Péternek is. Szóval 22-18 most. Zsíros úgy csinált jába, csak sajnos nem jött össze. Kapusi. Kicsit Tóth Tamás felpörögött most a mérkőzés, kicsit kapkodó, csapkodó is a játék. Itt a rohangálás, és felváltva esnek, nem esnek, kosarak többnyire nem esnek. És az összpontosítás, hát senki nem bántotta. Nem tudom, szerintem 12-es Fábián egy olyan trükköt akar bemutatni, amit még ő se tudta, hogy egészen pontosan mi az eleje és mi a vége. De vége az lett, hogy a labda az egriekhez kerül. Jós. 16-12 volt, tehát az első negyed, ugye most akkor 22-18. 6-6 mindkét részre, tehát a második negyed egyelőre döntetlen állást hozott. 6-6 pontot izzadtak a felek. Tóth bejátszás Kis Robertnek, az labda volt amúgy egyébként szerintem. Mi, mondja Kovács István, nem is hiszi el. Azért higgyünk, én hiszek a játékvezetőknek, hogy ez akkor fault volt, csak én láttam rosszul. 2 büntető Kis Robert. Közben még ezt elmondtam, csere. Mentusz jön be. Bíró Balázs jattolott tojással, Tóth Tamással. Kis Robert pedig berobja az első büntetőt. Hát a csarnok nem akar szétszakadni, szóval nincs ez a hatalmas hangulat. Bár az itt lévő nézők azt hiszem azért olyan rosszul nem szórakozhatnak, hiszen vezetnek a hazaiak, valahogy visszakerül a labda Kishez, aki így mondanám én, hogy 10 másodpercen belül a második kosarát szerzi, de ez nem jött be. Na, jó. Én mondanám, hogy nagyon szép volt Fábián részéről, de támadó szabálytalanságnak ítélte a játékvezető.
kosár jó. Mondták itt többen, de a játékvezető nem azt mondta, hogy azt mondta, hogy támadó szabálytalanság belemenésnek minősül, és akkor a kosár nem jó. Ez még gyorsan kiszámolom, hogy ugye 24 pont Egri részről és 18 Karcagiról, ez 8-16, akkor 24, akkor az meg is van. Pillanatnyi értetlenkedés, de én azt hiszem, hogy nem értem. Lehetséges, hogy technikait ítéltek a Karcagiknak ellen? Ugyanis ugye volt az ominózus eset, ami belemenésnek minősült, és megkaptuk a labdát, és gondolom ezt szóvá tette valaki. És amennyiben ez taktikai lesz, technikai fault, akkor a dobások után még visszakerül hozzánk a labda. Ez mindjárt kiderül, 24-20. Vince pap első kísérlete sikertelen, a második jó. Nem, csak egész egyszerűen kettő dobás következett. Vince pap két pontos. Az előnyünk pedig 5 pontos, számszerűleg 25-20, amikor a második negyed felénél járunk. Erdei, mert az majdnem ráesett, ez rossz lett volna, mert akkor ez most egy homály. Ugye. Ami a Máté Levente kimegy és megzavarja kapusért ezeknél a tripla kísérleteknél, már mindjárt nem olyan, nyugodtan, pontosan céloz, nincs annyi ideje engedni a labdát. És hát persze nem is olyan jó a kísérlet. Két értékesített 3 pontos után, vagy sikeres 3 pontos után, ez most éppen, hogy érte a gyűlőt, ilyen homálynak is nevezhetném. Nem tudom, hogy mit ítélt a játékvezető, szerintem nincsenek a helyzet magaslatán, de szerencsére teszem azt hozzá, idézőjelbe szerencsére, ennyire inkább a Karcagiak részére tévednek, szóval a mi részünkre nem nagyon volt tévedés, tehát általában az Egi fél a kedvezményezett, tehát ennyi kis hazai pálya előnye, mondhatnánk, hogy belefér, de igazán szükség nincs rá. Közben új ember Egri résztől 12-es a Dudás Csaba pályán, most nála a labda, lesz ebben kapusi. Jó, az árás zsíros elengedett triplát a sarokból. Jó, volt az rossz, nem volt az rossz, csak valahogy pont kipattant. 25-20. Kevesebb, mint 5 perc. Erdei. Zsíros. Megvan. Kis Robert, megvan a labda. Így van, Dudás. Most lehet indulni. Máté Levente, egy csinás, ő felmegy. Valami hasonló, hogy ítéltek, majdnem belemenés. De ez most nem volt, ez Máté Levente újabb pontjaival. Ő már 10 pontos, a 27-ből 10-et dobott, úgyhogy csereként állt be, nagyon jól játszik. De ezt már szerintem mondtam, nem győzöm dicsérni, zsíros, ezt végigviszi, na, egy passz, Máté Levente végig, beteszi, így van, fáradnak a Karcagiak, rövid időn, mondhatni olyan 10-15 másodpercen belül 4 pontot szerzünk, így az eddigi legnagyobb 9 pontos előny, és alig, ha nem lesz tovább fog nőni szerintem azért, hogy a harmadik, negyedik, negyedre meg lesz az a 20 pontos különbség a végére. Dudás, egy indítás, elég suta mozdulattal. Kapusi meg is szerzi, ez kicsit rövid volt. Kapusi a Karcagiak legjobbja. Hát most nagyon üresen hagytuk. Hát Csekám már szerintem mindjárt széjjel szakad. Ennek láttán. Kovács István centerből szerez újabb 2 pontot. A Karcagiaknak 29-22 ezzel. 3 perc, 19 másodperc hátra. Zsíros. Dudásnak. Mentusz, zsíros, nem vállalják kintről, inkább beljebb megy. Ez is belemenés, azt nem lépés hiba. Dobd el, zsiga, szólnak itt a nézők, akik alattam kettővel ülnek, vagy kettővel alattam ülnek. Majd csak meg lesz. Ez most ellépte zsiga. Erdei. Dudás nem tud labdát szerezni, nagyon szépen tette fel. Ezt most Erdei 2 pontot ér. Mire ezt befejezem, nagyon örülök neki egyébként idézőjelben, hogy ez a kosár nem ment be, mert annyira könyvelgettem, mint hogy nem láttam, hogy kiengedte. Kapusi, 1-3-as, hogy már 2-t dobott, ez most nem megy be, és két ember között harcosan Erdei megszerzi a labdát. Hát hihetetlen. Aztán enged egy 3-as, és ami a máké van, még be is megy, nem. Dudás. Ne rohanjunk most már szerintem. Mentusz, de ezt nem én fogom elönteni. Csines passz, hát 3-an voltak a labda útjában, mégis megpróbálta Mentusz. Nem hiszem, hogy ezen annyira csodálkozni kellene, hogy nem sikerült. Kapusi. Kicsit kapkodunk. Én továbbra is azt mondom. Kapusi újabb triplája. Lehetőséges, hogy ő nem dob, mégse dob olyan jól kintről, mint én azt gondoltam. Csak az első negyedbe összejött neki ott két kísérlet. Újabb labda eladás, hát én nem tudom, nem számoltam. De hát visszaemlékezve akár a Deac, akár a debreceni betűes elleni mérkőzésekre, hogy csak a legutóbbi ilyen hazai mérkőzéseket említsem, vagy akár a Nagykáló ellen.
mérkőzéseket. Tehát ennyi labdaeladás szerintem a három mérkőzésen összesen nem volt. Közben Tóth Tamás ide, egy kis szuvenír, egy fényképezőgép ide az egyik nézőnek. Hát ez is belefér, hiszen az óra áll, a játék áll. Jó képeket csinálja rólam, gondolom ez volt a instrukció, de hát az a kosarakat is kell már dobni, és aztán lehetne örülni. 2 perc 11 van hátra. Dudás Csaba, nagyon szorgalmas labdaszerű fiúként vissza azt a labdán. Cserébe jutó a múl, Zsírosta meg is kapja. Dudás irányít most át, mert nincs túl sok mozgás, Máté Levente kérje. Máté Levente többet vállalhat szerintem, hiszen neki most megy. Újabb lépés, lépés megint. És tovább is volt folytatás, amit mondott Mentus a játékvezetőnek, aztán nagyon csúnyán néz rá. Na, nincs erre szükség szerintem. Remélem nincs újabb probléma az elektronikus kijelzővel, vagy digitális kijelzővel, vagy már nem is tudom, hogy hívják, vagy mi lenne ez. Kevesebb, mint 2 perc hátra, 5 pontos előny. Karcagi támadás. Kovács vele szembe Mentus próbálja kiszorítani, ne tudjon befordulni. Fábián ezt most szépen adták körbe, de erreivel szemben csereként beálló Bíró Balázs hetessel. Egy-két tetoválása karján, lábán. Mert mi ki tudja hol, mert ezt nem látjuk. Így van, Dudás Csaba. Lehet, hogy a hátán is van. 1 perc 30, a támadó időből pedig még jócskán van, 18. Nyugodtan végig támadni, de tiszta dobó helyzetig próbáljunk megjátszani. Máté Levente nem vállalja el kintről. Tóth Tamás. Dudás. És mi Tóth? Na tojás, bravo, bravo, de csak 2, ha jól láttam. Mindjárt kiderül. Hát, hogy rálépett a vonalra. Ennyire nem akar engem ebbe senki megerősíteni, hogy ez most 2 pont, vagy 3 pont volt. 2 volt bizony. Éppen, hogy rálépett a vonalra, kár érte. Mennek a lepattanója, nem volt kint, így van, Bíró Balázs nagyon hősiesen megmentetett. Dudás és lábbal Kapusi hárítja az átadást. 31-24, 7 pont, tehát ugye 29-20-nál volt már 9 is közte, tehát volt már nagyobb, de egyelőre biztos vezetés, 7 pont. Aztán van még idő, ebből a negyedből lehet még hozzátenni 2-3-at. Dudás. Tóth Tamás az előbb bejött a mondom, ez lépéshiba is lehetett volna akár, de lehet, hogy nem. Én láttam rosszul. Nem, helyett a személyi hiba. És Tóth Tamás büntetői következhetnek, amikor is a 47,3 másodperc van hátra. Hát ez valahogy kiszédült a gyűrűből. Csendben egyébként folydogál a mérkőzés, szóval nincs az az ördöklő iram, meg az az iszonyatos hangulat. A második kísérközben Tóthnak jó. Nem tudom, lehet, hogy az előbb nem neki írtam a pontot. Ez majd a végén kiderül. 40 másodperc, ebből 20-at még támadhatnak a karcagiak. Tehát még egy támadással lesz időnk. 32-24. Mince ott elszakad az embertől. Kovács nem tudják megjátszani. Kapusi megy be ott a darálóba. És volt is itt egy faut Dudásnak talán. Az biztos, hogy 2 dobás lesz. Nem. Az alapvonalról. Így van. Most viszont újraindul a támadóidő, tehát 32 másodperc van hátra a negyedből, és abból 24-et támadhatnak a karcagiak, de még akkor is lesz időnk egyszer támadni, hát főleg így. Kapusi saját lepattanóját szerzi vissza. Erdei. Egy kísérlet Kovács, hát ő center, nem igazán megy az kintről, így van. Most nyugodtan. Idő, lehet akár időt is kérni, 13 másodperc van hát, ezt már végig támadhatjuk. Bíró Balázs, egy tripla, az lejön. Sokan ugranak érte, nem lesz meg. 3-2-1, Kapusi felteszi. Szép lett volna, ha bemegy, de nem ment be. Úgyhogy regisztráljuk itt gyorsan a félidei eredményt. 32-24, tehát 16-12-es első negyed után. 32-24, és akkor rövid szünet után innen folytatjuk a harmadik negyeddel. Remélhetőleg hamarosan kezdődik a második félidő. Lónát László játékvezető már hozza is a labdát, egyéb közül önök a karcagokat látják. Kis János vezetőedző magyarázott fiainak, az egriek már, amit önök éppen nem látnak, már kint vannak a
saját térfelükön. Tehát tőlük már mehetne a játék. Közben az előttem ülő úriembertől kaptam egy két fontos információt itt a vendégcsapatról, a karcagiakról, főleg Kis Jánosról, a karcagiak edzőjéről, hogy ő bizony itt végzett Egerben, az Eszterházi Károly főiskolán, testnevelés szakon, és valószínűleg ennek köszönhető volt, hogy Cseh Kálmán nagyon jól eldiskuráltak itt a mérkőzés elején, hiszen tanítványa volt. Azt még van időm elmondani, hogy még a karcagiak vetkeznek, hogy Egri részül a kezdő ötös. A második fél időre is volt csere, úgy látom, aki még nem lépett pályára, 8-assal Szatai is bejött, ott egy ilyen haj, fejpántal lesz, ő majd látható. A többiek már volt, a 9-esen Máté Leventét benhagyta Cseh Kálmán. Hát igen, Leventének jól ment, csereként beállt, szort is 12 pontot. Nem van még Vince Pap, Mentus, a két Robert ugyebár, illetve Tóth Tamás, alias Tojás, és a karcagiak legjobb, a 8-as kapusi egy Pacsi Leventével. Tiszteletem, hogy a Levente. Mondom, kapusi is ezt gondolja. Igen, egészen kerélyesen elbeszélgetnek. Hát igen, nem egy véremenő mérkőzés ez. Egyébként még arra is volt időm, itt egy nagy matematikus lévén kiszámoljam, hogy az első negyed ugye 16-12 volt, és a második negyed is kísérletesen hasonló. 16-12, az is így, tehát 32-24-re folytatódik a mérkőzés. Az ötödik másodpercben léptünk a harmadik negyedből, amikor is a friss ember Szatai Szabolcs próbál labdát szerezni ott a vendégeket a sénél Vince Mihálynál. Szatai Vince teszi ki. Tamás egy ilyen balettos, félig balettos hattyúgdala mozdulattal próbál labdát szerezni, ami Vince papnak sem sikerült. Ábrahám. Vince. Ábrahám. Tóth Tamásról leválik. Egy hárompontos, épp lejárt volna a támadó idő, de ha ez a kosár még bemegy, akkor az érvényes lett volna. Vince pap. Tóth Tamás nem vállalja kintről, bizony, bemegy egy sima zicserre. Jaj, de kár, érte Tojás. Hangos úr a kispadon, és némi derültséget is okozott a fiúknál, hogy ezt Tojás kihagyta. Máté Levente már rögtön a saját térfelen felveszi a vendégek irányított kapusit. Éppen ezért most Vince próbál bejebb jönni. Szatai próbál labdát szerezni, kapusi jön el. Máté rögtön megtámadja, nagyon jó most a védekezés. Egyből már megtámadjuk a labdás embert rögtönként. Kapusi triplája, nem jó, Tóth Tamás leszedő a labdát, lepattanult jobbos, már a védekezésre is odafigyelünk. Egy nagy labda Máté Leventének, ő pedig ezt nem hibázza el. Bravo Levente! Leventének ez a 14. pontja, és az eddig legnagyobb differencia két csapat között, 10 pont, 34-24. Szatai. Szatai Vince. Párharc. Erdei kéri el, és most ismét Kapusi. Kapusi Máté Leventével a mérkőzés folyamán, és kettőjük párharca. Igen, érdekes, hiszen Máté Levente már 14 pontot dobott, míg vendégeknél Kapusi a legeredményesebb, mármint karcagi részről 8 ponttal. A messzáma közben volt egy faut, egy személyhiba. Így a hatos Erdei, aki eddig 6 ponttal büszkélkedhet, próbálkozhat két büntetőben. Nem nagyon megy a karcagiaknak ez a büntető, lehet, hogy majd edzésen gyakorolni fogják. Kis János rázza is a fejét ott a kispadon. A második már jó, Erdei részről, tehát megszedik Erdei 7., a karcagiak 25. pontja. Állj föl, állj föl, állj föl. Ez nem nekem szól, ez a védekezésben a karcagiaknak. Tóth Tamás. Belekap Kapusi, Balogh Tibor játékezető feleveli a kezét, hogy a labda az Egrieké. Játsszál, 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 majd bemegy. Mondta, egy szép labdaszerzés karcagi részéről, az ismerők, ami szép, az szép, Szatainak ez pedig egy személyi hiba lesz. Így van, mutatja is Lónát László játékvezető. A reklám helye egy szénsavas üdítőitalt visel a hátán. Egészen pontosan nem egy üdítőitalt, csak annak a reklámját. Ábrahám. Egy-két trükk a labdával, Kapusi vele szemben, ismét Máté, ugye a szokásos párhat, a szokásos felelás. Próbált ott centerbe, Mentus nagyon jól védekezte le, ezt tetszett is itt egy alattam ülő kedves hölgy. Nézőnek bravó Rovi kiáltással, Máté Levente üresen nem volt, most sajnos nem ment a labda, nem játszották meg, Szatai kísérlete lejön. Mentus nagyon harcosan szerzi vissza, Mentus pillanatai ezek most, hiszen saját palánk alatt, illetve vendégpalánk alatt is lepattanó. Közben Vince pap hármasra kijön, nincs tehát újabb kosár. Harmadik perc a harmadik negyedben. És Szatai az állandó párharcok, tehát
Szatai Vincével, illetve most labdát pattogtató és tovább passzoló kapusival szemben Máté Levente. Most lemarad Máté Levente róla, de nagyon szép volt a blokk, gyönyörű volt a blokk. 3-2-ben ezt játsszuk végig. Háj, Mentusz, nem tudom, egy kicsit elgaloposztat, pedig lépéshibának le fogják fújni a játékvezetők. Igen, igen van, így van. Úgyhogy határozatlan volt. Mentusz ellen már nem tudom, hanyadikat fújják, körülbelül a negyediket, ötödiket. És mondja, de hát ezt most hiába mondod. Így van, Mice pap meg is mondta neki, hogy lépés volt, ne beszélj. Ennyi. Tovább kellett volna tenni. 34-25. Szatai Vince. Vince. Nem, mert Tóth Tamás is besegíten a védekezésben. Tovább teszik a vendégek. Tóth Tamás kap bele. Így van, nem sikerül a bejátszás. Nagyon jó. Nincs újabb kosár. A karcagiak még nem szereztek pontot a harmadik negyedben, amiből eltelt már 2 perc, 55 másodperc. Viszont náluk a labda. Nagyon aranyos labdaszedő kislány vagy kisfiú, hát én most hirtelen nem tudom megmondani hosszú, ugye a fiúknál is dívik már, mindesetre kosaras, de mozgásra időben lehetséges, hogy fiatal emberről van szó. Ígérem, legközelebb, mikor itt leszünk, ki fogom deríteni. Tóth. Hát nem értették most, nem, mert Szatai van, nem ért hozzá senki. Szatai próbáltat elhitetni Balogh Tibor játékvezetővel, hogy még valaki belepiszkált, azért nem volt az a labda olyan jó, hát nem azért volt az olyan jó. Máté Levente már ugrásra készen várja a pusit, ugyanúgy tesz Szatai is Vincével szemben. Gyerünk, jön a biztatás a vendégkispadról. Kapusi, vele szemben Máté Levente, aki kicsit magasabb is szerintem. Nagyon keményen védekezik, az nem volt fault szerintem. De annak minősül, azt mondta a játékvezető, személy szerint Lónát László, hogy Máté Levente kirakta a lábát. Így a fault nálam. Nem kell aggódni, nem fog még kipontozódni. Szóval szép palánkról. Nagyon gyorsan és hatásosan oldották meg. Ábrahám Szabolcs 14-essel első pontjait szerzi a harmadik negyedben is, úgy, mint a mérkőzés folyamán. 34-27, most megint bejöttek 7 pontra a karcagiak. Nem kellene ezt annyira szorossá tenni. Én azt megelőlegeztem itt ezt a 20 pontot, és szeretném, hogyha nem cáfolnának rám. Ez egy sapka volt, gyönyörű! Ez olyan, aki annyira nem követi a kosra, mert az valószínűleg most csodálkozott, hogy mekkora felhördülés volt itt a nézőtéren. Egy kosárnál nincs akkora, hát most tennél talán igen, mert itt ez egy olyan kosár volt, hogy 2 pontot ért, de mivel hogy személyi hibát is elkövettek a karcagiak, még egy dobás jár. Közben ezt elkönyvelem Mentusz Róbert, 2 pont, az őnek is. Ez az első pontja a mérkőzésen, szóval az a típusú úgynevezett blokkolás, vagy kosaros nyelven sapka, amikor a támadó játékos felteszi a labdát, és ugye még felszálló ágban van a labda, próbálja a gyűrűbe dobni, és érkezik a védekező játékosság, és egyszerűen elüti a labdát, még felszálló ágban. Elég ritkább persze, mint a... ritkábban fordul elő ez, mint a kosarak. Úgyhogy valószínűleg ennek is köszönhető, majd csak kimondom, a nagy ováció. Közben Mentusz még én ezt elmondtam, azt a megítélt, egy darab büntetőt is pontra váltotta. Úgyhogy 37-29, ja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 j
menni. Eléggé összetörtek ott valakit, de Erdei nem az a fizikum. Hát nem irigylem, hogyha 15-ös Vince került volna ebbe a darálóba, akkor lehet, hogy kicsit drámaibb lenne a helyzet. Azért Erdei felépítése az, azt gondolom, megért már egy-két ilyen csatát. 37-29-ből lehet 37-30 lesz is. És még egy kísérlet. 7 pont, 7 pont. Tehát hol lesz itt a 20, amit én itt ígérgettem önöknek a mérkőzés első felén? Szatai, Vince, papá, ülj, de atya világ, mondja Csekám, hát akkor én már nem mondom, Vince. És akkor Sárjó, kérem szépen, egy kicsit pillanatra megállunk. Mind Vince, mind Mentus, rendben van, bravo Misi, mondja Kis János. Én is azt mondom, hogy bravo Misi, hiszen a kisember nagy pillanatát láthattuk, aki 2 pontot szerzett csapata számára, és ezzel 5 ponton belül, 5 ponton belülre, 5 pontra jönnek a karcagiak fel. 37-32. Jó, nem most már kosárat dobni, fiúk. Mentus, Szatai, na ez nagy passz, nagy játék, szép bemozgás, végre, végre valami szemre is tetszetős játék, és Szatai első pontja is megvannak ezzel, és ismét 7 van közte. Máté Levente. Kapusival szemben. Most Vince, Szatai. Ez a két pár, tehát a két hátsó embert próbáljuk megállítani. Vince pap pedig Erdeivel szemben. Kapusinak jó az álltak. Nagy ívű a hármas, de rövid. Na Vince pap, szórjuk már meg őket gyorsan, srácok, egy-két lerohanással. Szatai, le a sarokban, Máté Levente.
Ez rövid, rövid, de beesik! De beesik, bár te lementek ki is, mutat, majd mutatja, igen, én voltam. Köszönjük szépen, lementek, érünk még ebből egyet-kettőt. Most hirtelen nem számolom össze, hogy Leventének hány pontja van, de valószínűleg ő a legeredményesebb. Köszönhető ez annak, hogy másik legeredményes játékosunk egyelőre a padot koptatta, mondom most már múlt időben, mert most érkezik, 15-össel Zsíros Gábor. Úgyhogy el is mondom, Zsíros 4, meg 5, az 9, 11 pontot dobott, még Máté Levente 2, 6, 8, 10, 12, meg 5, az 17. Tehát ketten együtt közel 30-at dobtak a 42-ből. Közben 5-ös Kis Róbert is Egri részről a pályán, ő próbál most labdát szerezni, nem mellett ütni, Vince Papa elég belemenés gyanús volt, de tovább engedik a játékvezetők. És a 14-es Ábrahám szerez újabb 2 pontot. 42-34. Zsíros. Friss erő. Pont. És jár érte a taps a nézőtéren. Igen, hogy szóvá tettem, ugye, hogy Máté Levente 15-et dobott, Zsíros meg csak 12, tehát a Zsíros gyorsan igyekszik felzárkózni. Most már ő is 14 pontos. Most már ő 14 pontos. Nagy passz volt. Így van. Hát mondta is az úr, akitől az információt kaptam Kis Sánostól, hogy szép volt. Bizony szép volt. Ábrahámnak újabb 2 pont. Zsíros. Úgy de gyors. Hát ez megvan a támadó lepattanó, visszatesszük, az viszont lejön. Kár pedig annyira szépen élmény volt nézni, hogy Zsíros elment itt a játékos felett, Mentusz nem tud labdát szerezni. Maradt kapusinál, Kovács István center játékos, kicsit középtávoliból elengedi, ez nem sikerült. 3 perc, 30 van hátra, 44-36. Ugye az első negyedben volt 4 köztel, a másodikban 8, akkor most legyen már legalább 12. Kívánom én ezt egyelőre 8-44-36, tehát ez a harmadik negyed egyelőre döntetlen. Most már nem az, köszönhetően a Kis duplájának, akinek ez a hatodik pontja. Cseh Kálmán nem, azért még mindig nem elégedett. Védekez. Szatainak magyarázott közben valamit. Zsíros, valamit szét is rúgott itt. Köszönöm szépen az információt a mellettem ülő úriembert. Az első segély gomozt szétrúgtatál Cseh Kálmán. Ez hozzátartozik még. És amíg ezt elmondom, a karcagyok azért ismételten jönnek. Most 46-38, tehát állandósolni játszik ez a 8 pontos különbség. De van még 2 perc, 45 másodperc, úgyhogy lehet növelni az előnyt. Zsíros, de milyen cselek. Ez belemenés lesz sajnos. Sajnos. Ez bizony az volt támadó szabálytalanság. Például nagyon szép volt a cselet az első emberrel, mert a második már úgymond rögzített pozícióban várta, beállt elé, és itt teljesen jogos a belemenés. Vince. Ugye most, hogy bejött Zsíros, nem Máté Levente zavarja az irányítót, hanem Zsíros Gábor. Majdnem labdát szerez Zsíros. Nem egészen pontosan mondom, Máté Levente továbbra is mondom, nagyon sportszerűen feltette a kezét Levente, hogy nála volt a fault, ők egész jól el vannak ott ketten. A vendégek nyolcasával, kapusival. 2 büntető következik, 46-38. Az első kísérlet rossz, nem baj, azért a pacsi jár Kovácstól. Nézzük a másikon. Az kimegy, és akkor a miénk is lesz. Így is van, Balog Tibor játékvezető úr. Átnyújtja Mentusznak, a labdát ő Vince Papnak, indul a 24 másodperc támadóidő. 46-38-nál. Vince Pap. Most több mozgás kell, tudjuk kinek adni a labdát. Zsíros megy keresztbe, megvan az árás, lesz a hármas, nem? Nem megy most kinek? Kis Robert nem tud befordulni. Kapusi eljátsza a nagy halát, ez hatalmas alakítás volt. Az igazság, hogy Kis Robert talán beakasztotta a Kapusinak a lábát, csak a játékvezetők valószínűleg azért nem fújták meg, mert Kapusi olyan 2-3 ütemmel később esett el, és ez annyira látványos volt, hogy ezért nem fújták le. Ha kicsit hamarabb esik el, akkor alig ha nem megvan. Látom, Zsemje is a pályán 14-essel. Tehát újabb csere az egieknél, bíró. Vince Pap, jó messziről egy hármast. Muszáj volt elengedni, mert legyen a támadó idő, de megvan a lepattanó, a Friss Zsemje szerzi meg. Friss Zsemje, mikor hülyeségeket beszélek, szóval Friss Zsemje Sándor. Ez pedig, ha jól láttam, Kis Róbert szerezte ezt a kosarat. Elnézést kérek, hogyha esetleg Zsíros lett volna, egy hirtelen nem láttam. De lényeg a 2 pont, ugye ezzel 48-38-10 van közte, 1 perc 40 hátra. Vince ment be, és nagyon nagy passz előtt ott a vendégek 15-ösének.
Így de szép volt, de szép volt. Hát most a Lerde jól láttam. Közben én itt könyvelgetek. Jól van, ha minden rendben van, akkor 48-41-nek kell most lenni, hiszen 3 pontot dobott a karcagiaktól. Erdei az előbb, kis Robert, semmi nem volt, kérem szépen. Van még 1 perc, 10 másodperc. Az előbb triplát dobó Erdei, most duplát dob. Hát tegyük már szorossát, annyira nyugodtan szeretném az ember egy ilyen mérkőzésen a negyedik negyedbe hátradőlve esetleg sört kortyolni. A kevésbé bátrabb a ásványvizet. 48-43. Amikor 50 másodperc van hátra. Vince pap tolja befele emberét. Kevés van hátra, 1 másodperc a kosár még jól lenne, ha elmegy, de ez ilyen kényszeredett. Valaki hozzáért, vagy mi volt? Na most én nem akarom az ördöget a falra festeni, de én most kezdek el aggódni. Tehát én tisztában vagyok azzal, hogy legalábbis úgy érzem, hogy kijelentettem azt, hogy ez az egri csapat, ez jobb, mint a karcagi. Itt most 48-43, tehát 5 pont van közte. Van 38 másodperc számadó idő, és teljesen feleslegesen tesszük ezt szorosra a mérkőzést. Jó, mondjuk azért nem hiszem, hogy vereség lesz a vége, de buta hibákat el kellene kerülni. De akárcsak megnézzük a játékosok fizikai felépítését, tehát például itt a 2-15-ös Vince, illetve Zsírost. Szóval, na hát ez nem 5 pont van köztük. Jó, most éppen bejött a könyvbe 11-essel Kovács István kicsit helyreállítani az egyensúly, de rögtön megy hozzám Zsemje 14-essel, ugyanaz a felállás. És hát akkor itt nem csak a fizikai felépítésről beszélek, hanem egy játék tudásbeli különbség is van. Bár ez most nem látszik Vince büntetőjén, kifogástalanul. A Vince még kicsit erősödni fog egyébként, nagyon jól mozog és jól irányít. Csak kicsit még nőnie kellene és erősödni, de bizony a nagyon fiatal játékosról van szó, hiszen kiválóan dobálja a rögzített szituációval a labdát. Zsemje 48-45, hát nem is tudom mikor volt ennyire szoros, 3 volt köztem, most 20 másodperc támadóidő. Abból mi támadhatunk 12-t. És eladjuk a labdát, és fel fognak jönni 1 pontra. Hihetetlen, hihetetlen. Hát ezt nem, ezt magam sem hiszem, szerintem most nem fogom tudni, hogy Csekálmán mit fog csinálni. Hogy, ugye már első segédobó szétrúgtam, most a borrásfalakat fogja kicibálni onnan, hogy elkezdi dobálni a padot. 48-47, 7 másodperc van hátra. Hát ezt a negyedet elbuktuk, ezt ki lehet jelenteni. Zsíros próbált kozmetikázni valamit. És vége. Hát 48-47, pozitívumként. Én azt szeretném említeni önöknek, kedves nézőink, hogy jöjjenek vissza a negyedik negyedre, amit rövidesen kezdődik, hiszen 1 pont az előnyünk, úgy akár ez egy izgalmas csata is lehet. Rövidesen folytatjuk. És akkor most már azt hiszem semmi akadály nem lesz annak, hogy kezdetét vegye az utolsó negyed, amit 1 pontos előnyről kezdhet az Esterházy Károly főiskola csapata, hiszen 48-47 az állás. Annak köszönhetően ugye, hogy az első negyed 16-12, a második negyed 32-24, most 48-47, tehát valamit nagyon elszúrtak a fiúk. És elsősorban a védekezésben, hiszen mind a 3 negyed alatt hatalmas matematikus révén kiszámoltam, 16 pontot dobtunk, viszont az első és második negyedben csak 12-t kaptunk, szemben a vagy mondhatnám úgy, hogy ellenben a harmadik negyeddel, ahol 23-at dobtak a karcagiek. Szóval ennek köszönhető is, hát én itt előlegeztem egy ilyen 20 pontos különbséget, az most már nyakomat merem lassan rátenni, hogy nem lesz meg, csak most már győzelem meg legyen egyáltalán. Tessék, ott van erre, végig viszi, be is dobja. 2 pont, és én nem tudom, valamikor 1-0-nál vezethettek szerintem a karcagiek, vagy talán 10-8-nál utoljára. Tóth Tamás, el a labda is eladva. Nincs meg. Tehát így folytatjuk, akkor szerintem Csekálmát a gutaütés kerülgeti rövid időn belül. Időt is kér. Hát nem kell eltenni a 26 másodpercnek ahhoz, hogy Csekálmán időt kérjen. Hát nem tudom, mit lehet ilyenkor mondani, hiszen itt volt a harmadik és negyedik negyed közötti rendelkezésre álló 2 perc arra, hogy tisztába tegyük ugye a fejeket, a gondolatokat, lelket mondjuk a társaságba, felrázzuk őket, vagy hát ki tudja, hogy ugye milyen pedagógiai módszerek kellenek ahhoz, hogy a fiúk jobban játszanak. És hát 26 másodperc elteltével újabb mondani valója van Csekálmának, de úgy látom, ez most jóval rövidebb, de remélem annál velősebb. Ez a 26 másodperc pontosan arra volt elég, hogy a karcagiak szerezzenek egy kosarat.
és ezzel átvegyék a vezetést. Mondom azt, hiszen talán 10-8-nál vezettek utoljára, és most újra ugye 49-48, hát 20 pont már nem lesz, most már tényleg az ember azon van, hogy legalább a győzelem meglegyen. És hát persze, hogy lelkesek a karcagiak. Most az ő fogadalom tételük lesz a képen, rövid időn belül, ez mondjuk már meg is történt. És hát igen, ők most úgy látják, hogy itt van az esély, és természetesen nagyon jól látják, hiszen vezetnek, és ők támadhatnak, tehát újabb pontokkal növelhetik az előnyüket. Kapusi, na most figyeljünk már oda, Dudás közben 12-essel a pályán, őt most megzárják, nem tud labdát szerezni, közben Zsemje 14-essel, egybejátszás a 11-es Kovácsnak, aki mutatja, hogy nem értem hozzá, csak Egri kézről ment ki a labda, úgyhogy miénk a labda, mármint a karcagiaké. Na. Kovács is ilyenkor szokott mindenbe jön az ellenfélnek. Na jó van, hála jó Istennek, vagy hála jó égnek, ez most nem jött össze. Tóth, Zsíros kapja. Na, kicsit többet valamit Gába tegyünk hozzá. Zsiga. Dudás Csaba mutatja. Egy tripla, nem? Tiszta zicser. És hát Zsíros kihagyja. Hát én nem tudom, őszintén megmondom, nem is láttam még, hogy Zsíros ilyet kihagyott volna. Ott van akár belefordulás is. Na most micsoda? Visszakerül. Egy pillanatnyi félreértés volt, hogy Balogh Tibor a karcagiaknak adta a labdát, aztán egy-két erélyes bekiabálására visszaadta, de úgy lesz, hogy a sors úgy döntött, hogy ez a labda bizony a kékeké. Azoké a kékeké, akiknek van egy nagyon szép kis sárga csík a nadrágikon, és egy ponttal vezetnek itt, Egerben, a MB2-es bajnokság éllovasa ellen. Nehéz ezt kimondani, főleg úgy, hogy az első mérkőzésen, hogy 20 ponttal vertik ugyanezt a karcagi csapatot. Meggyőződésem, hogy ugyanezt a karcagi csapatot. Na Dudás egy hármas palánkról. Jaj, ide kellett ez már! Hú. Dudás Csaba. 51-49. Na, álljon már helyre ez a rend, csak egy pillanatig vezettek a karcagát. Nem volt az egy pillanat, azért egy jó 1 perc, 10 másodperc. Kovácsnak egy bejátszás. Ne bánts tojás. Így van, nem is bántott a kosár, jó? Nincs vita, nem lépett ki. Kovács 2 pontjával döntetlen. Döntetlen 2 perc, tehát az utolsó záró negyedből 51-51. Nem lesz ez egy pontos találkozó. Én megmondom, hogy 80-100 pontra számítottam. Egy részre, hát nagyon-nagyon-nagyon kevés ez. És bizonytalan játék, nem értik meg egymás, Zsíros is ideges. Úgy látom, Tóth Tamás Zsírossal veszekszik. Így van, nyugi figyelj, ez rengeteg idő van, ez a 8 perc alatt még azért. Meg kell, hogy legyen ez a meccs, hát döntetlen, azért olyan nagy baj még nincsen. És fújnak egy lépésében? Vagy faltot? Az egyik lépésében mutat a másik faltot. A döntsék el, kedves játékvezető sportások, aztán az üdítő italt reklámozó, kisebbik temető játékvezető azt mondja, hogy ez bizony falt volt, úgyhogy kettő dobást fog, nem lesz kettő dobás, hanem egyről az oldalról fog jönni. Kapus is Máté Levente 9-essel ilyen Szatait hívja le. Igen, Levente az egriek eddigi a mai mérkőzésen a legpont erősebb játékosa. Hát ha már többieknek nem hát, ha neki megy. Kovács. Rengeteg támadó idő van még, ugye újraindult az óra. Kapusi. El fogja engedni. Dudás, ne bántsd. Nagy bejátszás. Mentus lefelé, bravo Rovi. Így van, most lehet menni, Dudás. Jó, most már nem kell rohanni, visszazálltak a karcagiak. Nyugalom. Zsemje. Ő meglátott valami rést, amit én nem. Hova, mondják itt mellettem többen, és hát én is csak ezt tudom mondani. Aztán most jönnek 3-2-vel a karcagiak, az Kapusi végigviszi, felteszi, jogos a 2 pont, teljesen megérdemelt, kérem szépen, 53-51. A Csekálmán már időt is kért, Kapusi pedig újra elkezdte a pontgyártást, ugye az első negyedbe dobott 8-at, a másodikban nem tudott hozzátenni. Most újabb 2 pont. És ismét vezetnek a karcagiak, teljesen hiszem, 53-51. Hát nem tudom, hogyha ez így marad, akkor mi lesz az öltözőbe? Nem lennék a játékosok helyébe. De hát még tehetnek róla, hogy amíg azt hiszem azért túl nagy derültség nem lesz, hogyha ezt a mérkőzést végül be is húzzuk. Csak bár lenne meg Durász szerez közben támadó lepattanót, ami nagyon értékes most. Zsíros, az belemenés is lehetett volna akár, de nem az, hála jó égnek. Zsíros 2 pontja. Ismét eldöntetlen az állás. 53-53. Vince. Bizony ki kéne védekezni. A 2-15-ös Zsíros van eszemben. Erdei mutogatott. Egy bejátszás ott.
Toltad kifele, ez is faut lesz és dobás szerintem. Viszi újabb faut, 6 perc 30-60 van hátra, és a karcagiaknál a labda. És most apró vita, hogy mi történik ott, talán vérzik az egyik játékos. Alika nevezett a probléma, így van, és hogyha vérzik, akkor ugye nem lehet a pályán. Ugye gondolhatunk itt akármilyen hív fertőzése is, bár nagyon kicsi valószínűség, hogy ez fennáll, de hát azt sem szabad kockára tenni. Vince, Erdei. Az, ha bemegy hármas, de nem megy be, jól van. De nem figyelünk oda, lepattanóra, Kovács, ráesnek, faul lesz. Nem esnek rá, így meg kettő pont, az se jó. Az se jó, kérem szépen, az se jó. ...53-55 hazai szempontból Mentus. Ott is a kettő pont, jól van, nem késik sokat a válasz. Nagyon kellett most ez, nagyon kellett. Vince, 4 perc telt el, tehát még mindig van 6. Vince csalogatja a társakat, Erdei, vele szemben Máté Levente. Most zsíros szerez labdát, egy lefordulás, jó van, én elkönyvelem a kettő pontot, meg zsíros két meccsen, nem hogy két meccsen, hanem hogy egy meccsen, nem hogy egy meccsen, egy szezonban nem hagy ki két egyszer, nagyon bízom benne, így is volt. Meg is van a kettő pont, jól van, jól van. Végre vezetünk újra, 57-55 most, védekez, védekez. Egy tripla kísérlet, hát persze, hogy ilyenkor minden bejön. Fábiánnak. Csak azért, hogy ne örüljünk, még nem is döntetlen, hanem most már egy ponttal a karcagiak vezetnek. 58-57. Máté Levente, zsíros. Leszembe Vince, Dudás. Nem meri elengedni kintről. Máté Levente mozog az alapvonalon, nem kapja a zsíros, egy tripla. Ez tisztának tűnik, de nem az. Leül és a karcagiaknál lepattanó, akik most már nem fognak sietni, persze, miért is sietnének. Na, kérem szépen. Mit mutat a játékvezető? Hát élement elnézést kért, volt itt valami kisebb szabálytalanság. És egy fault, hiszen újraindul a támadó idő. 20 másodpercig lehet még a kékeknél a labda, azoknál a kékeknél, a karcagiaknál, akik egy ponttal vezetnek. Zsemi lekésik, nem tud labdát szerezni. Egy nagy passz. Mentus, hatott lábat ért, lábat ért, mielőtt vitatkoznánk. Kedves Robert, az lábat ért. Kicsit pontatlanok vagyunk, nem? Elég összeszedett, úgy érzem, a hazai gárda. És az végül is az egész mérkőzés folyamán így volt, hiszen az elején már leve nyögvenyelősen indult, aztán végül is vezettünk 10 ponttal is. De hát most nem mi vezetünk. Erdei, vele szemben Máté Levent. Centerbe Kovácsot nem tudjuk tartani, jól van, mert most jól védekezett, és nincs meg a lepattanó, hát ez hihetetlen. Újabb támadó lepattanó, újabb 24 másodperc támadási lehetőség a karcagiaknak. És ott van, tessék, nézd meg! Mondom én ezt persze magamnak. Kovács újabb kettő pontjával, és már hárommal vezetnek. 60-57. Mentustól meg elveszik a labdát. Óra lesz, és csak nehogy technikai legyen ebből. Mentus már többször szóvá tette egyébként, ott Lunát László lejátékvezető sportásnak a tevékenységével nem értette egyet. És hát sajnálom, mert ez a mérkőzés abszolút nem a játékvezető múlik, hiszen én belátom, hogy tévedtek a játékvezetők, és főleg én azt hiszem azt a második vagy a harmadik negyedben mondtam, hogy inkább karcagi részre tévedtek. Jó, most lehet, hogy esetleg Mentusnak volt igaza, de nem kellene ezt. Ez a mérkőzés nem ezen múlik, ez a mérkőzés azon múlik, hogy mi legalábbis, hát én nem mondanám, hogy mivel én nem vagyok ebbe benne, tehát szóval az LKF Hész Gépszolgáltató Sportegyesület játékosai valós tudásuk, teszem hozzá, 30-40%-át hozzák ezen a mérkőzésen. Most nem akarok közben a megjósolt technikai bekövetkezett Mentus működése következtében, tehát még dobhatnak. A kalcagék is utána még övék lesz a labda. Így lehet szépen elveszíteni egy nagyjából megnyert mérkőzést, 61-57 és újabb támadás. Fábiánnál a labda. Hát én ezt egészen hihetetlen nem hiszem el. Persze, hogy még a labda is megvan, Kovács. Legyen már meg, na végre, Máté Levente. 4 perc van hátra, 3 ponttal vezetnek a karcagiak. Egy passz, Dudás, felteszi Zitzel, mit fújtál? Plusz még fault, így van. Jaj, de kellett már, most tényleg elkezdtem izgulni. Eddig egész egyszerűen nem akartam elhinni, hogy itt fennállhat annak a veszélye, hogy vereséget szenvedünk. Itt jó pofáztam itt az elején, hogy akár 20 pontos különbséget várok a végére, aztán
Itt a végén mi kikapunk, hát 60-59 is. Hanem a kosarat megadták a kosarat. Jól van, és ezzel most már Dudás kosarával 60-64 perc van hátra. Most már húzzuk be legalább egy nyambat ponttal, vagy kettővel ezt a meccset. Hát nem hiszem el. Mince, a 2-15-ös Mince zsíros támadja. Maga a 2-12-es úgy látszik, most szám alapján osztottuk el az embert. És túl szerez labdát nagyon szépen, aztán pedig egy falt, igen, kézzel együtt vette ki a labdát a vendégek 12-ese Fábián. Óra áll, időkérés, Karcagi részről időkérés. Szóval, 61-60 áll az eredményjelzőn, ami azt jelenti, hogy egy ponttal vezetnek a karcagiak, amikor is 3 perc 47 másodperc van hátra. Tehát ez a mérkőzés azért még megnyerhető. Menjünk ennyi vele. Csak azért szeretném elmondani, hogy ugye 60 pontot dobott az Eszterházi főiskola csapata. Na tehát az ötödik fordulóban ugyanezzel a karcaggal játszott csapatunk, és 91-71-re nyert. Most tekintsünk el attól, hogy azt a csapatot 20 ponttal vertük, és most egy ponttal vesztésre állunk. Csak nézzük azt, hogy 91 pontot dobtunk. Aztán Eszterházi főiskola debreceni betűese 109-61. 109 pont. Dobott pont. Majd Eszterházi főiskola, Deac, 97-82, 97 dobott pont. Aztán következett a Miskolci Földesi Kosárlabda Klub elleni mérkőzés, amikor 85-70 az eddig egyetlen vereség, ahol, de ott is, annak ellenére, hogy csapatunk vereséget szemelett, 70 pontot dobott. Majd jött a Nagykáló, 106-88, több mint 100 dobott pont. Aztán debreceni Prima Esse, idegenbe 110-68-as győzelem, szóval megint 100 fölött dobott az LKF. Majd a legutóbbi mérkőzés szerencse ellen 87-62-re nyertünk idegenben, ott is 87, tehát ilyen kevés pontot még nem. Az egyetlen elveszített mérkőzésen dobtunk 70-et. Na figyelj oda akkor, 3 perc 47, 61-60 a vendégek javára. Dudás. Tóth Tamás. Nincs megjátszható ember, kevés a mozgás, Máté Levente mozdul be az alapvonalra. Takiért hozzá. Kapusi mutatja a játékvezető, köszönjük szépen, tehát miénk a labda, 10 másodperc támadó idő, kosarat kell valahogy dobni. Zsíros, itt van Zsíros, mondom én, és helyette Csinesbe oda tesszük Tóthnak, ott három ember között, hogy talán eljut, tehát amikor itt volt tisztán megjátszható Zsiga, lenne a sarokba. Nudás, Máté Levente, nem meri elvállalni, Tóth Tamás, ő is azért dobott már nem egy triplát az eddigi mérkőzéseken. Levente, Kisover, na végre! Hát, hihetetlen, hát na mit kell izgulni ezen a mérkőzésen? Én ide jöttem Takács Flórián operatőr kollégának, mondtam neki, nyerünk 20-szal, tök jó lesz, utána elmegyünk, iszunk egy sört. Most akkor itt a végén még leizzadok. 62-61, egy ponttal vezetünk, Kapusi nem lépte, csak én szerettem volna, hogy ellépje, Kovács Szentebb, ez pedig faul lesz. Így van, Dudás nagyon sportszerűen fel is teszi a kezét, ez bizony az volt. 3 perc, 7 másodperc van hátra. Mind a két szakvezető egyébként áll, Cseh Kálmán is, illetve Kis János. Kapusítól kérdezte a karcag edzőbe, dobja, nagy keze van? Hát elég nagy keze van, hát én bízom benne, hogy nem dobja be viszont. De bedobja, nagy keze van, és be is dobja. Ilyen ez a Kovács István. 62-62, na nézzük a másodikat. Az nagyon rövid, az homály, az olyan homály. Játssza, figyelem, csináljuk, gyerünk. Jön az instrukció a padról, Dudás. Azért jönnek a zárások, de előrébb nem jutunk. Zsíros megy be, egy triplára ki, Tojás nem meri elvállalni, bejön ő is, kettő pont, és ez meg kijön. És nincs meg a labda, Karcagiról ment ki, egészen biztos vagyok benne, így is van. Hú. 2 perc 51, 62-62, Zsíros. Kinek lehet adni? Tóth mozog el, nem ő kapja a Kis Róbert. Ő lehet a nyerőember, mondom én, de nem. Visszakerül Dudás, azt tegyük már fel, ez is lejön. Kis pöckköl bele, 3x4-szer, egy támadáson belül dobhatunk kosára is. Egyikből se születik pont. És azt hiszem Kis János most a karcegi edző fog szívinfarktus kapni, a játékvezetők visszaadják nekünk a labdát. Én nem kapok szívinfarktus, én azt mondom, hogy köszönöm szépen, csak menjen már be ez a hármas. Nem megy be, hihetetlen. Azt pedig összeszedik, 2 perc, 2 és fél perccel a vége előtt összeszedik a karcagiak 62-62-nél. Kapusi. Hát nem hiszem el, hogy ez egy ilyen szoros mérkőzés lesz itt a végére. Vince. Zsíros. Tóth.
6 másodperc, most már el kell, hogy dobják, nem nézik az órát, jól van, Máté Levente, 2-1, és le fog járni a támadóidő, nem fújhatunk semmit, maximum belevenés, kedves játékvezető sportársak. Így is van. Jó van, 2 perc 9, de még mindig döntetlen. Még mindig döntetlen. Hát én nagyon biztos vagyok benne, hogy lesz itt még időkérés is, meg lehet, hogy az utolsó másodpercben fog eldőlni, hát hihetetlen. Tóth Dudáshoz, aztán lassan átjövünk a térfélen, amikor még mindig van 20 másodpercünk, hogy végre ebből az akcióból kosarat, illetve pontokat szerezzünk, Tóth, és mindenki bizonytalan, nem, senki sem érzi magában az előtt, na talán Zsíros egy hármassal, helyreálljon az egyensúly, saját lepattanó erre megy, de Máté Levente megelőzi, jól van, legalább a lepattanó megvan, ha már ez a dobás röviden kivitelezhet, aztán pedig eladjuk, nem hiszem el, ez pedig, ha csak kihagyja, akkor is bedobhatja még egyszer, mert senki nem fog odaérni. Hát ez hihetetlen. Hát, nagy magányomban közben csak azért elkönyvelem azt, hogy ez a kettő pont az Erdei nevéhez fűződik, a karcagi Erdei, 9-10-14-16, de hát mit számít most az, hogy ki hány pontot dobott, kérem szépen, 64-62. Kettő pontos a hátrányunk, kettő pont, amikor 1 perc 40 van hátra. Ugye, hogy ez még elvileg elég lehet, tehát még, ha mind nem jön közben, úgy igazán semmi, tehát, hogy egy támadás, egy védekezés, egy támadás, akkor talán még, ezt mondja, ez 40. Talán még háromszor támadhatunk ezen a mérkőzésen. És hát akkor abból legalább kettőből pontot kéne elérni, úgyhogy nem kapunk, akkor talán nyerhetünk. Szóval nem egy egyszerű feladat. Bíró Balázs, Zsíros Gábor, na valamit csináljunk, és a karcagiak persze, hogy ezer fokon pörögnek. Bíró Fault, igen, ez az volt. Fel is tette. Csak ezeket a büntetőket ám be is kellene dobni. Ja, nincs büntető egyelőre. Hülyeséget beszéltem, nem volt csapatszemély, hanem csak simán az alapvonalról. Nincs szabálytalan az zsálás, semmi. Tóth Tamás. Van támadóidő még elég. Mi történik? Kérem szépen, mi történik? Mit fújtak, kérem szépen? Támadó szabálytalanságot? Hát ez hihetetlen. Ha most el fogják tőlünk venni a labdát, 1 perc 20-szal a végén, 2 pont hátránnyal, akkor alig, hanem teljesen reménytelen lesz a helyzet. Hát ezt nem hiszem el. Hát egész egyszerűen. Jó van, marad nálunk a labda. Zsíros, Bíró Balázs. Csak hát az idő megmegy, ha általánjunk meg nem csökken. Bíró Balázs. Tóth. Tojást dobjuk már el, vagy valami legyen. 10 másodperc. Bíró, 1 csel, 2 csel, 3 csel, le Zsírosnak. Zsíros bemegy. Mi történt? Kérem szépen, mi történt? Mit fújt? Játékvezető sportás egy faultot. Laposz 2 giga. Jött az instrukció a kispadról, azt gondolom azt jelentette, hogy mind a kettő büntetőt dob be. És akkor ugye a régi, hogy most már nem ez a eredményjelző tábla van, hanem ez a elektronikus kijelző, ugye régebben ez a hajtogatós volt. Nem tudom, aki járt különböző sports eseményeken, csarnokokban, az emlékezhet ezekre. Tehát ott azon kellett lapozni. Az első lapozás bekövetkezett. Zsiga részéről 64-63, hazai szempontból akarom mondani 63-64, tehát még mindig egy pont a hátrány, de most lehet döntetlen is lesz is. Nem, megvan, de ez így még jobb lehet, hogyha bemegy. Hát kis sem hiszem el, hát kis hátdobja a gyűrűn 3 centiről. Hát ez egész egyszerűen hihetetlen. 61-63, most mi volt? Lépés. Jó van. Hát ez így folytatódik, itt botrány lesz, kérem szépen, mert a karcagiak nehezen emésztik. Ne szólj. Jön a vendég szakvezetőtől az instrukció. Instrukció, hát nem is tudom már mit mondjak, szóval jön az utasítás. Jaj. 63-64. 1 perc. Kevesebb, mint 1 perc a hátralévő ülés. 1 pont a hátrányunk. Tóth! Egy 2 pontos kísérlet. Lejön. Megvan a lepattanó, megvan. Bíróvatalás, teszi vissza fault. Odaütöttek, így van. Jól van. 2 dobás. 51 másodperc. Jaj. Mind a kettőt be kell dobni, mert nincs mese, és akkor is a karcagiak még akkor egyszer támadni fognak. Ugye 51 másodperc van hátra, egy támadói idő az 24 másodperc. Tehát amennyiben, ugye a büntető dobások alatt az óra áll, tehát amennyiben be is dobjuk a két kosarat, akkor ugye 65-64-re vezetnénk, ha csak az egyiket, akkor 64-64, rosszabbra már ne is gondoljunk, és akkor még a karcagiak 24 másodpercig támadhatnak, és akkor talán még egyszer támadhatunk mi is. Hát ez hihetetlen. Hát hogy dobta el Bíró Balázs? Mindenkit nem is érdekli. Legalább miattam dob be, meg azért a pár néző miatt, aki itt van, Balázs. Legalább a másodikat. Ezt meg kijön. Hát hihetetlen.
Hát a játékvezetők ténykedését én nem szeretném kommentálni. Legyen elég az, hogy hogy nálunk lesz a labda. Meg azt, hogy köszönjük szépen. Nem, aztán csak megvitatják, hogy mi lesz, és közben volt egy időkérés is. Hát nagyon nehéz lesz, tehát 49 másodperc. 49 másodperc a hátrajövő játékidő, és ez most már nem egy harmadik vagy második negyed, hanem egészen pontosan a mérkőzésből. És egy pontos hátrányban vagyunk. Hát nem tudom, mit lehet ilyenkor mondani. A csekálmásra tudja, mert a tál, hát leginkább a cserejátékosoknak magyaráz meg, akik ülnek, hogy nem hiszi el, hogy ez így van. Hát én sem hiszem el, hát hihetetlen. A karcagiak persze most 1000 fokon égnek, meg 100.816.054 fokon, mert hát ők nem gondoltak arra, hogy szerintem, hogy a lelkük mélyen, hogyha megkérdeznénk őket, és őszintén válaszolnak, hogy itt ezen a mérkőzésen nekik talán a tisztes helytálláson kívül lehet keresni valójuk. Ismerve az eddigi eredményeket, és ismerve az egri csapat formáját, akit én őszintén megmondom, hogy még ilyen bűnrosszul játszani nem láttam. Mint ezen a mai mérkőzésen. Mert a karcegiakat összesen kétszer, egészen pontosan egyszer sikerült látnom tavaly itt, amikor kikaptak tőlünk, és hát ahhoz képest mondjuk egy jóval jobb teljesítmény nyújtanak, és akkor most nem tudom, mi következik. Tehát büntető dobást fog dobni Tóth Tamás, de azt nem merem elhinni, hogy technikai ítéltek a karcegiak ellen, mert az egész egyszerűen hihetetlen lenne. Igen, itt közben nyugodtan bemegy. Nagyon bízom benne, hogy akár nyugodtan, akár idegesen, de bemegy. 49,4 másodperc. Egy pontos hátrány. Tojás. Tóth Tamás. Jól van, nyugodtan bement. És az tényleg technikai lett, tehát a játékvezetők azért azt hiszem egy kicsit befolyásolták most a mérkőzést. 65-64, Tóth Tamás átveszi a vezetést. Nagyon kedves mondatot hallottam itt az egyik hölgy nézőtől. Meglátszik, hogy stabil háttér van a játékos mögött, hiszen nem hibázik, nem remeg a keze. Ezt Tóth Tamásra értették. A két játékvezető sem ért teljesen egyet egymáshoz, szerintem egészen pontosan nem tudják, hogy aki most akkor az a technikai, és akkor utána most visszaadjuk a labdát, és akkor megint az egriek jönnek 65-64-nél, meg hármat fogunk dobni, tehát kettőt eddig Tojás bedobott, az ugye rendben van, és akkor dobunk még egyet. Egészen pontosan Tóth Tamás, azt is bedobja. Azért az a taps az jár azért, hogy 3-3-at bedobott mindenféle, és mi történik? Még egyet dob? Ja, mert négyet dob, mert négyes a száma. Ezt most már kihagyja. Ez finoman szólva is. Hát az egész annak következett, hogy ott a palánk alatt a karcegiak szóvá tették, hogy a miénk lett a labda. És hát én is megmondom, hogy kritikus volt, mert kaptunk egy faltot. És ezek a karcegiak nem érezték jogosnak, és azért úgy felháborodtak, hogy olyat mondtak a játékvezetőnek, ami alapján technikait kellett alkalmazniuk, és ennek köszönhetően 66-64-re vezetünk, és még van egy támadási időnk, amennyiben ezt pontra váltjuk, akkor megvan a mérkőzés. De nem váltjuk pontra, úgyhogy a játékvezetők már annyit segítenek nekünk, amennyit már nem is lehet. Nem történt lépéshiba, kapunk még egy lépéshibát, 2 ponttal vezetünk, kérem szépen 33 másodperccel a vége előtt, és a 33 másodpercből 24-et támadhatunk. Hát hogyha ezt a mérkőzést innen elveszítjük, akkor én nem tudom mi van. Azt már egész egyszerűen nem fogom elhinni. Úgyhogy technikai főtek a karcagiak ellen, stb. Bűnrossz játékkal. Legalább valami szépet a végén, zsír. Az egy nagy csel volt. Most fault. Azt még felteszi, az nem megy be, de az már mindegy. Ezekre például, ilyen volt, a Zsíros Gábort is láttunk körülbelül 2 ezen a mérkőzésen, úgyhogy tömegével szokta ezeket a testcseleket ontani. Hihetetlen kezdősebesség, gyors, higany mozgású játékos, és remélem biztos kézzel is dob. Hát, legszorosabban már hazamenne. Hát egyet be kell dobni mindenféleképpen. Így van. És akkor idős kérés. Na, akkor most vázoljuk fel ezt a helyzetet. Tehát Zsíros Gábor a 2 büntetőből egyet értékesített. Ennek köszönhetően 67-64-re vezetünk.
Azaz, 3 pont az előnyünk, viszont van még hát a 18 másodperc, és 18 másodperc például a labdarúgásban nem sok, de egy kosárlabda mérkőzésen rengeteg idő arra, hogy az ellenfél 3 pontot szerezzen, ugye, mert itt lehet egyetlen egy dobásból is 3 pontot szerezni a 3 pontos vonalon kívülről. Szóval itt most egy időkérés, valószínűleg kitalálnak egy figurát, egy zárást, és valaki el fogja dobni kintről. Ha bemegy, akkor döntetlen, akkor 67-67. Ha amennyiben ez nem megy be, vagy 2 pontot dobnának, akkor úgy érzem, hogy a hátralévő pár másodperc már nem befolyásolná a mérkőzés végleges kimenetelét, tehát meg lenne ez a mérkőzés. Magyarul ebben az 1-3 pontosban kell megakadályozni most a karcegiakat, hogy hogy fog ez sikerülni, vagy fog-e egyáltalán sikerülni, azt nem tudom. Minden esetre hát elég izgalmas a vége. Ez meg volt az egriek fogadalomtétele. Jönnek vissza. Az utolsó 18,3 másodpercre a pályán Bíró Balázs, Zsíros Gábor, Kis Róbert, Máté Levente és Tóth Tamás. Közben a karcegiak fogadalomtétele. Nézzük, mennyi lesz harcias és elszánt. Lehet, hogy még most beszéljük, hogy mit fognak mondani. Hát ez körülbelül úgy hangzott, mint hogyha 20-szal vezetnénk, nem pedig 3-mal. Kapusi. Na, akkor az utolsó 18 másodperc. Kapusi bíróban, biztos, hogy Kapusi fogja eldobni. Figyeljünk oda rá, biztos, hogy ő fogja eldobni. Kapusi el is dobja, lejön, megvan, jó? Jó, jó. Zsírosnak oda fognak ütni, Tóth Tamás. Neki odaüthetek, mert mindent bedob. Jó, 3 másodperc, Zsíros dob még el a végén. Még befúj egy faltot, de ez már teljesen mindegy. 3/10 másodperccel a vége előtt Zsíros Gábor dob még 2 büntetőt. De hát úgy érzem, ez teljesen felesleges. 67-64. Csak a különbség nőhet, tehát 3 pont lehet 4 vagy 5 közte. De hát én azt mondom, hogy ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban hát ugye én már ezt lassan lezártnak tekintem. Tehát megvan a 2 pont, ami jár a győzelemért. Ezt a mérkőzést nagyon gyorsan el kell felejteni, hiszen hát majdnem azt mondanám, hogy hiszen itt a győzelmen kívül semmi nem volt elfogadható. Nagyon kíváncsi leszek majd egyébként, mit fog nyilatkozni Cseh Kálmán a mérkőzés után, de alig nem valami hasonlót. Na most már Zsíros keze is jobban sül itt a végén, amikor már teljesen mindegy. És akkor még dobhat egyet Máté Levente is, egy 2-t. Ő kihagyja. Azt úgy érzem, hogy ezekre Isten igazából már annyira szükség nincs, tehát a szabály az szabály, tehát ezeket le kell dobni. De ennek a mérkőzésnek szerintem már a győztes egri játékosok is úgy gondolják, hogy jól lenne már minél hamarabb véget venni, aztán menjünk zuhanyozni, meg menjen mindenki haza, aztán 2 pontot könyveljük el, a többit meg felejtsük el. Na, hogyha ez bement volna még, akkor talán mondhattam volna valami pozitívumot, így kénytelen vagyok a végeredményen búcsúzni. Én azt mondom, az idén leggyengébb játékával, de a legfontosabb az, hogy győzött az Eszterházy Károly Főiskola Hézgépszolgáltató Sportegyesület közös csapata egészen pontosan 70-64-re. Takács Flórián operatőr kollégám nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és nagyon bízom benne, hogy legközelebb is velünk tartanak. Muszka Mátét hallották, a viszontlátásra, a viszonthallásra.